legnagyobb előnye fennállása során a mi értelmezésünkben mindig az volt, hogy közép-európa népei számára hatalmas európai birodalmak szorításában biztosította a megmaradásnak a lehetőségét. És a nagyhatalmi játszmákba közép-európa így nem áldozat volt, hanem részvevő, valamilyen módon képes volt belőszólni önön sorsának az alakításában. A régi új felismerése, és én itt látom ennek a konferenciának a száz éven túl az aktualitását a régi új felismerés, nemzeti érdekünk Közép-Európa népeinek együttműködése. Nemzeti érdekünk egy minél szélesebb európai együttműködés, amelyben így veszünk részt Közép-európaiként. Magyarok szeretnek egyenrangú félként részt venni a közös munkába. Ez történt a monarchida idején. Ezért nekünk örökös célunk, hogy úgy lehessünk alakítói Közép-Európának, így lehessünk alakítói Közép-Európának és Európa történetének, életének a saját sorsunknak. Amikor én írtam arról, hogy itt lenne az ideje Ferenc Józsefnek szobrot állítani, nem azt gondoltam, hogy szobrokkal árasszuk el az országot, de azt gondoltam, hogy legyünk méltányossak a magunk történelmével szemben, egyszerre mérlegeljük azt, hogy milyen szerepe volt a megtorlásban, és utána milyen szerepe volt abban, hogy Magyarországnak a tör modernkori történelme során a legnagyobb oly olyan korszakban uralkodott, amely a legnagyobb felfutást jelentette euh, civilizatorikus értelemben is a magyar történelemben. És kétségünk ne legyen az irányba, hogy az emlékezett problémája nem Ferenc Józsefet érinti. Ő már száz éve halott. Neki teljesen mindegy. Ez az egész történet rólunk, magyarokról szól, és ha úgy tetszik, amiket hallottam a szlovénekről, a horvátokról és az osztrákokról. Nagyon nagy kérdés, hogy ezek a népek mikor tudnak, hogy így mondjam, arányosan békében élni a múltjukkal. A kettős monarhiában mi magyarok a perifériáról a fősodorba kerültünk, és egy szárnyat adott nekünk gazdasági és kulturális teljesítményünk egyaránt imponáló volt. Mindezek a mai napig büszkességünk tárgyai. Amikor dédszüleink, nagyszüleink a boldog békeidőkről meséltek nekünk, mindig arra helyezték a hangsúlyt, hogy elmagyarázzák, azért volt körülöttük rendben a világ, mert a külvilág velük szemben támasztott elvárásai és a belső értékrendjük között harmónia volt. Vagyis, ha valaki előre jutott a hivatali munkahelyi ranglétrán, azt visszaigazolta a környezete, és ő maga is jogos büszkeséget érzett. Ahogy Stefán Zweig írja, mindenki tudta, mennyi van, mi illeti meg, mit szabad, mit tilos. Mindennek normája volt, meghatározott súlya és mértéke. Ez a harmónia is oda lett az első világháborúban született új világban. Ahogy a szabadságnak és a magánszféra tiszteletben tartásának az a foka is, amiben az akkori embereknek részük volt. És a biztonságban, a kiszámíthatóságban, a tervezhetőségben és az ezeken alapuló békebeli gondatlanságban. Fent a csúcson ott ült a császár és király, aki már mindig is ott ült, és ahogy a nagyapámtól hallottam, Addig, amíg ó, öt, ő ott ült és uralkodott, a helyükön voltak a dolgok. Az osztrák-magyar monarchia sikerét az biztosította, hogy a nemzeti szuverenitás csak a legszükségesebb területeken korlátozta. Közös külpolitika, közös hadsereg és az ezek fenntartására szükséges pénzügyek. Na pont ezeket hagyta nemzeti hatáskörben az Európai Unió. Viszont minden más ügybe beleüti az órát beleszól abba, hogy milyenek legyenek a börtönviszonyok és a csirkeket recek. Mindez az unió szétesésével fenyeget, mert a legfontosabb kérdésben a területi integritás biztosításában eszköztelen. Határait nem képes megvédeni, területének elfoglalására irányuló kísérletekkel szemben védelmi képessége hiányába nem tud szembeszállni. Lehet, hogy elő kéne venni az osztrák-magyar monarchia példáját? Nem szégyen tanulni az elődöktől. A régi új felismerés, és én itt látom ennek a konferenciának a száz éven túl az aktualitását, a régi új felismerés nemzeti érdekünk, közép-európa népeinek együttműködése. Nemzeti érdekünk egy minél szélesebb európai együttműködés, amelyben így veszünk részt közép-európaiként. Magyarok szeretnek egyenrangú félként részt venni a közös munkába. Ez történt a monarchida idején. Ezért nekünk örökös célunk, hogy úgy lehessünk alakítói Közép-Európának, így lehessünk alakítói Közép-Európának, és Európa történetének, életének a saját sorsunknak. Amikor én írtam arról, hogy itt lenne az ideje Ferenc Józsefnek szobrot állítani, nem azt gondoltam, hogy szobrokkal árasszuk el az országot, de azt gondoltam, hogy legyünk méltányosak a magunk történelmével szemben, egyszerre mérlegeljük azt, hogy milyen szerepe volt a megtorlásban, és utána milyen szerepe volt abban, hogy Magyarországnak a tört modernkori történelme során a legnagyobb olyan korszakotban uralkodott, amely a legnagyobb felfutást jelentette euh, civilizatorikus értelemben is a magyar történelemben. És kétségünk ne legyen az irányba, hogy az emlékezet problémája nem Ferenc Józsefet érinti. Ő már száz éve halott. Neki teljesen mindegy. Ez az egész történet rólunk, magyarokról szól, és ha úgy tetszik, amiket hallottam a szlovénekről, a horvátokról és az osztrákokról. Nagyon nagy kérdés, hogy ezek a népek mikor tudnak, hogy így mondjam, arányosan békében élni a múltjukkal. A kettős monarhiában mi magyarok a perifériáról a fősodorba kerültünk, és egy szárnyat adott nekünk. Gazdasági és kulturális teljesítményünk egyaránt imponáló volt. Mindezek a mai napig büszkeségünk tárgyai. Amikor dédszüleink, nagyszüleink a boldog békeidőkről meséltek nekünk, mindig arra helyezték a hangsúlyt, hogy elmagyarázzák, azért volt körülöttük rendben a világ, mert a külvilág velük szemben támasztott elvárásai és a belső értékrendjük között harmónia volt. Vagyis, ha valaki előre jutott a hivatali munkahelyi ranglétrán, azt visszaigazolta a környezete, és ő maga is jogos büszkeséget érzett. Ahogy Stefan Zweig írja, mindenki tudta, mennyi van, mi illeti meg, mit szabad, mit tilos. Mindennek normája volt, meghatározott súlya és mértéke. Ez a harmónia is oda lett az első világháborúban született új világban. Ahogy a szabadságnak és a maga tiszteletben tartásának az a foka is, amiben az akkori embereknek részük volt. Ne legyen az inányba, hogy az emlékezett problémája nem Ferenc Józsefet érinti. Ő már száz éve halott. Neki teljesen mindegy. Ez az egész történet rólunk, magyarokról szól, és ha úgy tetszik, amiket hallottam a szlovénekről, a horvátokról és az osztrákokról. Nagyon nagy kérdés, hogy ezek a népek mikor tudnak, hogy így mondjam, arányosan békében élni a múltjukkal. A kettős monarhiába mi magyarok a perifériáról a fősodorba kerültünk, és egy szárnyat adott nekünk. Gazdasági és kulturális teljesítményünk egyaránt imponáló volt. Mindezek a mai napig büszkességünk tárgyai. Amikor dédszüleink, nagyszüleink a boldog békeidőkről meséltek nekünk, mindig arra helyezték a hangsúlyt, hogy elmagyarázzák, azért volt körülöttük rendben a világ, mert a külvilág velük szemben támasztott elvárásai és a belső értékrendjük között harmónia volt. Vagyis, ha valaki előre jutott a hivatali munkahelyi ranglétrán, azt visszaigazolta a környezete, és ő maga is jogos büszkeséget érzett. Ahogy Stefán Zweig írja, mindenki tudta, mennyi van, mi illeti meg, mit szabad, mit ilos. Mindennek normája volt, meghatározott súlya és mértéke. Ez a harmónia is oda lett az első világháborúban született új világban. Ahogy a szabadságnak és a magánszféra tiszteletben tartásának az a foka is, amiben az akkori embereknek részük volt. És a biztonságban, a kiszámíthatóságban, a tervezhetőségben és az ezeken alapuló békebeli gondatlanságban. Fent a csúcson ott ült a császár és király, aki már mindig is ott ült, és ahogy a nagyapámtól hallottam, addig, amíg ő ott ült és uralkodott, a helyükön voltak a dolgok. Az osztrák-magyar monarchia sikerét az biztosította, hogy a nemzeti szuverenitás csak a legszükségesebb területeken korlátozta. Közös külpolitika, közös hadsereg és az ezek fenntartására szükséges pénzügyek. Na pont ezeket hagyta nemzeti hatáskörben az Európai Unió. Viszont minden más ügybe beleüti az órát. Beleszól abba, hogy milyenek legyenek a börtönviszonyok és a csirkeket recek. Mindez az Unió szétesésével fenyeget, mert a legfontosabb kérdésben, a területi integritás biztosításában eszköztelen. Határait nem képes megvédeni. Területének elfoglalására irányuló kísérletekkel szemben védelmi képessége hiányába nem tud szembeszállni. Lehet, hogy elő kéne venni az osztrák-magyar monarchia példáját? Nem szégyen tanul.